Hello mindenkinek, én Drake vagyok, és itt vagyok a Lustrace Backfire-os végigjátszásom 10. részével. Pontosan ott fogjuk folytatni, ahol a múltkor abba hagytuk. Itt voltunk a Mézújak nevű falu mellett. Ugye beálltunk Lishhez, Zsoldosnak, a civakodó nővérek közé Tyros ellen, ugye Lish és Mir a szövetségesünk. És itt ezt az ellenséges falut azt hiszem kezdték el fölrédelni, mikor abba hagytuk a részt. Kis áttekintő gyorsan mink van. Van egyszer egy Lucerisünk, ugye a csapat vezetője, rettenetes Mélisz fattya. Aztán van nekünk egy Halbert Crosshead-ünk, ugye ő az öreg mester, csávó, valami ahhoz hasonló, ő látjátok, ő orvos. Van nekünk egy Maronunk, ő egy random kereskedő, van egy Dothrakink lovon, aki érdekes módon gyalogos, őt mindjárt áttesszük a lovasokhoz. Van nekünk egy Bravosin kimondhatatlan névvel, de egész fenszín ebben a régi sisakban. Van nekünk egy Mavros Sandünk, egy Dorni fattyú, van egy nagyon jó íjászunk, ő Gerett Lonely, aki szintet is lépett, úgyhogy gyorsan szintet lépelünk neki. Egy kis Strength, Poldro, kis Iron Flash, hogy ne üssék ki olyan hamar. És akkor toljunk neki Archery-re, amennyit lehet. Illetve egy sisak nem ártana neki, ha van. Ó, persze, hogy van. Jó. És egy pajzsot is kap, hogy ne püföljék el olyan hamar. Jó, esetleg valami jobb, az egy Arming Sword, az jó. Plusz 2, a Steel Arrows az enyém. 9-10, miért nem én viselem ezeket a kesztyűket? Na mindegy, akkor ő meg ezt megkapja. No. Aztán térjünk vissza gyorsan a kis csapathoz. Van nekünk egy 2 veterán Stormlancy, 3 elit, egy veterán Ricci Dárdás, síkvidéki, Dolny Lounge-ások, egy IAS, 4 Hammerman, 4 crossbowman, egy hosszú íjász, 2 íjász, eléggé vegyesek vagyunk, 2 billman, egy crossbowman, egy miri, ez rohadt drága, de rohadt jó, egy elite reachy, egy veterán északi és 3 északi lángyás, 2 westerlancy, egy dornish sergeant és egy elite reach crossbowman. Ezen kívül van egy kupac foglyunk, akiket majd túladunk, amint lehet. No, hát... remélhetőleg most a mai részben kicsit folytatjuk a harcunkat Tyros vagy Tyros ellen, és elvenünk egy-két kisebb lordot, illetve talán kipakolunk egy-két falut, majd meglátom. És remélhetőleg szerzünk vele annyi pénzt, amennyi pénzünk van. 1400, és látjátok, gyakorlatilag 2 hétre elegendő pénzünk sincsen, tehát nagyon szükségünk lenne a pénzre. Nem szeretnék farmereket megölni, mert az viszi a reput lefele, viszont a... mennyi pénzük van? Semmi, persze. Viszont kifosztunk falukat, de csak így. Hogy nem égetjük le őket. Már is kaptunk egy 100-at érő fát. Ja, elég sok cuccunk van, egész konkrétan a szemetünk, úgyhogy ezt szerintem elmegyünk Mirbe és eladjuk őket. És akkor utána... What the f... Oh. Beszélnünk kellett volna, ott van kis Slaver team. Meg kéne várni, hogy kireggeledjen, utána elkapjuk őket. Csak akkor rohadt gyorsak, mi? Persze. De elkaptuk őket, ha jól láttam, egy oázis mellett fogunk csatázni. Úgyhogy volt itt nekünk egy ilyenünk, ja. Infantry, az ne csinálja semmit. Jó, és Dispatch Orders, és támadás. Infantry az maradjon egy helyben, és pajzsfalba dobják le magukat. Ja, ez egy oázis, határozottan. Azért vannak szép számú a katonáink. Összeáll a pajzsfalba, azért ez a fekete sárkányos pajzs, illetve ez a fekete sárkányos tabar nagyon jól néz ki. Ja igen, nekünk is van egy bravoszi hosszú kardunk, ugye ezt a vizes... Fú, már is tudom, mi volt a csávó neve, akit megöltünk. Ugye Régár fattya volt. Mi trónunkra is veszélyes lehetett volna. Úgyhogy, úristen, milyen hangja van ennek. Úgyhogy eltávolítottuk az útból, hát én szerintem a gyalogságot egy picit hátrébb mozgatom. Mert itt elől nagyon kupacon vannak, és nincsenek jó szögben, mert így könnyű beléjük rohanni. Na, ott jönnek a rabszolgatartók, az nagyon ügyes volt kovám, fel a fába egyenesen. Hoppá, szépen 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 le. Rá, ez nem bőlem, hol még nyitva, milyen van.
de ugye mostanában utána, mióta ugye az iPhone-t használom a normális fülesen helyett minden hangosabb, és ezért van néha egyébként az, hogy a csomó videóm halkabb, mert úgy állítom be, hogy az én fülesemnek jól legyen, aztán mindig leesik, hogy hát azt nem úgy kéne, csak itt a vezető. Ezt nagyon várjuk szépen. Igazából ezt jól lenne elkapni, azt hiszem a Slave Leader az ér is pénzt, de miért Cross Head üti? Istenem. És egyébként Cross Head is van egy kardja, nem értem, én nem azt használja. Ezek tudja használni, mert különben rosszat tudtam volna neki adni. Közben a gyalogosaink jól ölnek, a ziászokat nem láttam, hogy eddig öltek volna egyet is, de mondjuk ez azért volt, mert harcra figyeltem. Ezért mindenki tudja, hogy a zi az milyen hatékony fegyver. Ja, ott a Miri szkórolt is egyet. Jó, szerencsétlen fickó próbál keresztül menekülni az alakzatunkon, hát nem egy jó ötlet, komám. Közvetlen közel úgy látom, hogy arcba verték számszerűjel és ennek hatására eltávolodott az árnyékvilágból. Na, lássuk, semmi veszteség, ott 6 sebesült és 11 halott. Nem tudom, mennyit érhetnek ezek. Mink van, kalózaink vannak, ez biztos, hogy sokat ér, ez is a paraszt, az nem ér szinte semmit, úgyhogy azt kicseréljük egy lovasra. Illetve igazából ezek sokba kerülnek most, de ha sikerül eladnunk a foglyokat és a cuccot Mirben, akkor abból elég sok pénzt csináltunk, ott viszont volt egy láncsa, amit lehet beteszek ilyen negyedleges fegyvernek, mert a láncsa az jó dolog, le lehet vele ugye döfni az embereket a lóról. No. Let's speed up egy kicsit, és akkor bemegyünk Mirbe, és megpróbunk elpasszolni dolgokat. Csak ez az idő speed mindig egy picit érdekesen működik. Itt valaki csatázott, ja, úgy látom, hogy kalózokkal csatáznak. Na de, erre biztos, hogy nem lesz szükségünk rozsdás, kardok, minden a szírszar a kalózoktól. Ezt félreteszem meg a kaját is, mert mi ez, mert az embereimnek lehet, hogy kell. Ez nem fog kelleni nekünk, ez szőlő egyébként, ja. Ezek nem fognak kelleni nekünk, ezek biztos, hogy nem. Az íjamat meg a nyilakat azokat itt hagyjuk. Patroni az, akik csinálták a modot. Jó. Kis inventory rendezgetés, jó. Ez 22-es, ez nem fog nekünk kelleni. Kis kenyér, kis grain, még több kenyér. Ennyi kaját vettem én a múltkor, már nem is emlékszem. Kicsit jobban elrendezzük itt a dolgokat. Pajzsokat azokat megtartom, mert hát tudjátok, hogy egyet eladunk. Headcloth. Ja. Többit meg megtartjuk, mert ki tudja, melyik emberünknek kéne adni. Lovat is kéne, lassan vegyünk. Ó, ezek izé Miri szőnyeg. Üvegük nincs véletlenül? Csak úgy poénból nem. Úgy látom, nincs. 1100 érme. Érme már, mi ez? Ez is szarvas, azt hiszem, a fizető eszköz. Na, és remélhetőleg találkozunk egy rabszolgakereskedővel is. Nem, viszont ezt a csövekát meg tudjuk kérdezni, hogy hol van rabszolgakereskedő. Ja, 50-et az megér. Draconisban, Norvosban, Volantisban, Kohorban, Aranyligetben, Loradban, Tumbletonban és Maidenpoolban és Farmarketben. Draconis és Norvos viszonylag közel van, úgyhogy ott csináltunk egy jó bizniszt, illetve ezt az űrgét szintén fölvesszük. Ez az egyetlen fickó, 20-ért simán megéri. Na, szóval Draconis ott van. Úgyhogy azt hiszem, azt meglátogatjuk, elpasztoljuk a foglyokat. Ha meg közben beleszaladunk valami kisebb kalózói rabszolgatartó csapatba, annál jobb. Ez mi? Kaptunk plusz egy agility-t, annak örülünk. Például azt hittem izébe futok. Ez egy Miri patrol, viszont az ott, ha jól láttam, egy ellenséges csapat. Kalózok? Nem, rabszolgatartók, 7 fogolyjal. Jó, hadd menjenek, nekünk most business van Draconisban. Ja, remélhetőleg nem szökött meg ez alatt az idő alatt a Ransom Broker. Mi ennek a magyar neve? Váltságdíj Alkusz? Azt hiszem, ja, Váltságdíj Alkusz. Na. Tökő párzamosan szólam, hogy 2 zene. És itt van a fószer, akit mi keresünk. Na nézzük, 80, meg 54, meg 170, ez már jól van, tetszik, 140, az se rossz. 54 megint, 80 és 192, látjátok, ezt mondtam, hogy a slaver-ok azok sokat érnek. Többet egyébként, mint a jó páncélos zoldosok, ami egy picit fura. Jó, ezeket fölvesszük, legyen egy pár lándzsásunk még. És egyébként csodálkozom, hogy ezzel kiférek az ajtón, nézzétek már meg, be kéne akadjak, úristen, na mindegy. És akkor most jön az, hogy hogy szerzünk még pénzt. Ez azt jelenti, hogy elmegyünk ki, és megpróbunk elverni egy tirosi, tájrosi, akarjátok, lordot.
azok farmerek voltak, jó? Ez itt mi? Miriek. Jó. Nem tudom néha miért áll meg. Miért áll meg? Azt nem értem. Ne álljon meg. Menjen. Azt mondtam neki, hogy arrafele menjen. Akkor menjen arrafele. Szolgatartók. Én meg elfutok mellettük. A 4-es speed. Ja. Még 4-9-es. Istenem, nem fizetünk, nem érdekel. Kell most a pénz nagyon. Ott vannak rojni törvényen kívüliek, ezeket elverjük. Hát ha ezek érnek valamennyi pénzt. Ja, prepare order, dispatch orders és csatába. Hát ez egy elég egyenlőtlen csata lesz 19 ember ellen. De miért ne teszteljük az új dárdánkat. Ez, hogy jól látom, ez egy... Ez hova megy? Jaj, tényleg hát a lovasságnak elfelejtettem parancsokat adni. Drolló vissza. No. Tehát úgy jól látom, ez egy egykezes dárda, ami ugye azért jó, mert használtunk vele pajzsot is. Na, hol jönnek, nézzük. Ezt egyébként backspace-et tudjátok megtenni, ezt, hogy így előhozzátok a... ezt a térképmódot. Igazából jól látom, elég gyorsan jönnek, de nem annyira gyorsan, hogy lovasok legyenek, úgyhogy ezek több mint valószínűleg gyalogosok. Már az IA-szaim látják is őket, én még nem. Azt hiszem, hogy ezeket bemozgatjuk egy picit ide lentre, hogy az IA-szaim át tudjanak lőni fölöttük. A számszerű IA-szok kezdenek el ugye általában először lőni, a minél képzettebbek ugye annál nagyobb a range-ük. Most kezdtek el lőni a kevésbé képzettek, a képzetlen IA-szaim még nem tudnak lőni. De jól látom, jelenleg még egy killt sem sikerült behúzni. Itt pedig az újonnan felvett három ipse, ott a három darab lamellakabátos. Na végre egy killt behúztak, egy archert, leölt egy ezt a lenci. Hát ha jól látom, ezek ilyen csupasz lábú kis vademberek, úgyhogy ezekért biztos, hogy nem fogunk túl sok pénzt kapni. De az újon célnak betanítani pont jók lesznek. Na figyeljetek, ezt most ledöfjük. Mi a szar? Jaj, Istenem, játék most komolyan. Egy döfésem van az a rohadt láncsával. Szivac? Ezt nem tudom, mikor tették bele a módba, mert ez még legutóbb nem volt benne, emlékezem szerintem, ez nagyon rossz. Ott állt egy kupacon az íjászok, és nem csak szar se. Az egy ott fut elfele, remélem valaki lelövi. Lőjétek le. Lőjétek le. Hát tudjátok mit, addig a lovast utánuk küldöm. Trolló menjen, azt ölje meg őket. Oké, az egy szép headshot volt. Ezek most mindenki rám fog lőni. Oké, és kettő után úgy döntenek, hogy nekik elegük volt, hogy azt az íjászai megölik. Ezzel a hárommal majd én intézem. Közben mehetnek a lovasok is. Jó. Ott az IS megállt. Bátor, de hülye. Jó, és elvileg szerintem nem futott el egy se, talán csak az egy fickó, aki ott a lángyás csapat levelése után menekült el. Ja, nem futott el senki. Én 6-ot öltem, azért az nem rossz. Ó, 700-at érő fattyúkkal, még több pajzsok, elhajlott nyilvessző, ez mennyi, ez már nem ér semmit szinte, úgyhogy azt itt hagyjuk. Könnyű lándzsa, aha, tehát azt mondja, hogy a lándzsa az nem egy olyan fegyver, amivel úgy annyira sokra viheted, hogyha ha állandóan az van nálad. Na, most viszont egy kicsit nagyobb kihívásért megtámadjuk ezeket is. Jó, mindenki tudja mi a dolga, úgyhogy pozícióba emberek. A lovast, azt még mindig elfelejtettem kiosztani a feladatot, egyelőre elküldjük oda, francba. Ez mi volt? Várjatok. Elvileg akkor esel el, hogyha nagyon hirtelen nyomok gombot, vagy mi a fene? Ez olyan érdekes, nem mindegy. De egyébként kezdenek határozottan jó látványt mutatni az embereim, mármint hogy... Látjátok, megint hirtelen nyomtam a gombot. Tehát határozottan kezdenek egy hadseregre emlékeztető látványt nyújtani a gyülevész kompánia helyett. Hú, az miért kapott? Erre meg ráesett egy ló és le se szarta. Egyébként ha lassan szintet kéne lépni, mert ha szintet lépünk, az azért jó, mert akkor elvileg meg tudjuk... fel tudunk még egy pontot tenni strength-re, és ha több strength-ünk van, hoppá, szigény faci, akkor már fel tudjuk venni félszemű Aemond páncélt, ugye valamikor az ősidőben kaptunk Tyrion-tól.
Milyen közül valaki, várjatok, F4, F5, ja, kifele innen, és mi a milyen közül halt meg valaki, nem kétsebesült van, azok mennek ugye a rabszolgapiacra. Ezek, mint az idióták jönnek, ilyen kis tányérpajzsokkal, hogy vacsorázunk belőlük a csata után, mármint az emberekből a tányérokból. Félrejtető volt. Kagusziak talán vacsoráltanak az emberekből, hogy nem. No. Vagytok még? Jó, ott megy, ott van egy. Kapjuk el drolló, ha el tudja, mondjuk kicsit messze küldtem. Szerencsétlen fickó. Na most tudjátok mi jön? Gyerünk, kapd el, te talán még utol tudod érni. Az íjászaim is lövöldöznek utánuk. Egy ostromot kéne majd valamikor beeszközünk, úgy tájros ostromát jó lenne megcsinálni. Illetve amin gondolkoztam még az az, hogy prisoner escaping, mi ennek a magyar? Ja igen, tehát fogolyszöktetést fogunk csinálni, amivel csomó, érdekes mondani, azzal a frakcióval is tudjuk növelni a kapcsolatunkat, amihez nem is tartozik a, és csak nem is szimpatizál vele, és úgy is tudjuk növelni a kapcsolatunkat vele, szóval ez egy nagyon jó dolog. Tehát, te mi csinálsz? Énkor miért érzik úgy, hogy egy jó köröket futniuk, egyébként a fickóval elmenekül, hogy rohadjon meg, de mindegy, mert a trolló is inkompetens ellenségek kergetésében. Ja. Úgyhogy talán a fogolymentés lesz a következő, mivel megpróbálkozunk. Megnézzük, hogy Tyrosban van-e fogoly. Ha van, akkor megpróbáljuk kimenteni. De ha nincs, akkor nem kockáztatom ott tovább az életem, mert ott elég durva dolgok szoktak történni, hogyha túl sokat vonatsz, és beleszaladsz ilyen 600-700 emberekbe. És akkor ez az egész, amit itt felépítettem 10 rész alatt, az zuhan is körülbelül a lefolyóban. Mi ez a beállás, ember? Majdnem leütöttél azzal a pikával, figyelj meg egy kicsit jobban, köszi. Na. Jó, 6 sebesült, az 6 darab embert jelent a piacon, és még egy kis pénz, ugye ezek sokat érnek. Még egy hammer, már remek. Két pikeman, legyenek még pikemanjeink, és itt pedig mindenféle random stuff, amit el tudunk adni a piacon. 100-ig igazából el lehet tenni mindent, ami alatt van, az már annyira nem értékes, mert... Nem értékes, mert ugye azt még kevesebb ér veszik meg. Na, akkor viszont Draconis, ha még ott a rabszolgakereskedő. És akkor utána most már tényleg visszamegyünk a... csatatérre, ugye a hadszintérre. És akkor még itt találjuk a rabszolgakereskedőt. Ja, Tremond, illetve van itt még Sellsword Pike, mert most már elegem van belőlük, mert már túl sokan vannak. Okay, remek, remek, még pénz, nézzetek már meg, ez itt tök jó most. Jó, ezeket itt tudjuk upgrade-elni, nem, itt nem tudjuk, mindig elfelejtem, hogy itt nem lehet őket. Igazából ezek is jöhetnek még. Igen, tudom, azt mondtam az előbb, hogy elegem van már belőlük, de 50 ember, az a mennyiségű ember, amivel már merek menni nagyobb csatákba is. Nem fogunk bogyókat enni, tudjuk, hogy az nem jó dolog. Na viszont tudunk fejleszteni még több embert. Na akkor két pikeman. Két longbowman, az remek, minél több longbowman van, annál jobb maradt, meg majd fejlesztem felvételen kívül, az sok macera. Úgyis akarok neki még felszerelést adni, meg ilyenek. Az ott egy ellenséges, például szerintem egy ellenséges zsoldos csapat, vagy lordok, vagy valami. Mehetünk. Ellenségnek három ember van, szerencsétleneknek semmi esélyük nincsen igazából, csak azért jöttem be, mert nem láttam, hogy hárma vannak, csak későn. Mindegy, csórikáim, mindegy, ezeket most lerássoljuk a francba, Drolló meg a mély csapat vezetője, majd elintézik őket. Egyébként ez egy ilyen újra termelődő láncs, minden alkalommal, amikor miután eltöröm, így visszajön, vagy mi? Hui! Egyébként ezzel tudok kétkezes dolgokat csinálni, ha tudok. Ja,
Ugye tehát ez a Lotharo Alairis, vagy Alairis kinyírta az egyiket, de valakit leütöttek a lováról. Ja, az biztos a Slave Leader volt. Ja, azt is leütötték. És úgy látom, hogy az egyik sebesült volt, mert nem. Egyet leütöttek, és ezt mi is el is tudjuk vinni, király. Hát mondjuk annyira nem érte meg 192 aranyjel, ez kis időhúzás volt, elnézést kérek. Na mindegy, induljunk a hadszíntérre. Kellene egy kicsit gíresedjünk még. Közben egy kis original Mountain Blade zene. Miért áll meg, ne álljon meg, csinálja amit kell. Ó, vajajajajaj, 283, ez picit sok nekünk. De nem arra, ne arra. Mennyivel mennek ezek? 2-5-tel, mi 4-9-tel, ezeket simán lehagyjuk a francba. Az ott 134 ember, az is sok. Jaj, anyátok. Egyébként mennyi ember fér be a csapatunkba? 59. Nem, ne is álmodj róla, be kéne meneküljük Black Wall-ba. 2-4, 3, jó, simán lehagyjuk őket. Úgy látom, elege is lett. Akkor viszont mi fordulunk szépen erre, és elindulunk a mögött, a 283 ember mögött. Megpróbálunk, ó, itt van egy kupac, ez egy kicsit nagyobb csatát tudunk talán generálni, hogyha beszállnak a slaverok, nem szálltak be. Na akkor prepare és dispatch, és indulhatunk egy újabb csatába. What the... Jézusom, ez a bánat, vagy hol a francban vagyunk? Most komolyan ez tiszta úgy néz ki, pedig nem is vagyunk közel hozzá. Még csak a nagy folyó hiányzik. Trollo egyszer ki fogja magát nyiratni, mármint kinyiratná, hogyha nem lenne halhatatlan karakter. Gyalogosokat egy picit előrébb. Trollo pedig húzza őket ide. Jó van, húzza csak. Nem árt az. Úgy látom, hogy az a kupac még mindig Trollot kergeti. Megküldjük szépen ide a vonalak mögé. Jó, ledöfjük a lovat. Ouch. Ouch. Hello. Ó, legázolt egy ló. Nekem az másik ottyan. Hátba szúrtam, úgy látom, nem nagyon érezte meg. No, azzal ki fogják lőni a lovat, vagy megölik mielőtt idejér. Nem, hát ez gyönyörű volt. Trollom úgy kire lövöldözik ki arra a random csókárat hátul. Jó, meghalt. Ez egy megint egy random parasztnő. Kopaszak még mindig. Most ez egy elég rossz vicc lesz, de... Na, ez ennyi volt. Az a fickó hova megy? Berautolt? Vagy hammer menünk? Ez most komoly? Idióta. 5 sebesült, azok jönnek velünk. Kivéve a... Ó, ez egy normális paraszt. Ezt hittem, hogy megint a nő. Sergeant, jó. Elite Sersord Archer, jó. És akkor... nem néztem meg, hogy mik voltak a item poolban. Azok meg ott elmennek egymás mellett, pedig simán el tudnánk verni őket együtt. Gyere már vissza, fordulunk vissza, azt verjük el. Nem. Á, nem. Hülye mi. Az a baj, hogy a levet kampányai az a mieinkre is vonatkozik sajnos. Csak azért nem akarom mondom följebb venni, mert akkor olyan, hogy ráteleportálnak, még ilyen baromságok, aminek semmi értelme igazából. Ott, ó, az viszont ott egy jobb, jó kis... Elaggolj, légy szíves, ez egy jó kis... De mi a fene? Nem azt mondom, hogy várj, és nem a 283 emberrel akarok csatázni, hanem a bizével a 32-ön, sem mindegy. Kicsi, minket követ persze. Jó, kövessem, köcsög. Lekopnál, légy szíves, molesztálnak minket. Az a baj, hogy ez eléggé zsákutca, amerre megyünk. Körüljük azt, hogy itt megkerüljük a hegyet, és úgy megyünk vissza. Így, né? Mondjuk igazából, hogyha van egy kis minimális tracking skilljük, akkor úgy is tudják, hogy erre jöttünk. Mindegy. Most viszont az a baj, hogy éjszaka könnyű belefutni ilyen 300 emberekből, úgyhogy szinte észre se veszel. Ez mi ez? Ez is teleportál, basszus. Jó, most kell tengerre szálljunk, rohadt gyorsan. Tolunk előtt egy tengerparti csatát? Nem. Jó, mindegy. Na. Igazából közelebb kéne osonnunk
Tiroshoz, vagy Tyroshoz, még mindig nem tudom, hogy mi. Szerintem ennyire közel. Mert hogy annyira közel kéne mennünk, hogy meg tudjuk nézni, hogy vannak-e ott foglyok. Jézusom, mi van itt? Jó, ezt a partit szerintem itt hagyjuk. Redstone! Na, nézzenek oda, az milyen hely. Jó, de úgy látom, hogy arrafelé nem igazán lehet menni, csak úgy, hogyha keresztül mondjuk itt a Tirosi csatornán, vagy ahogy nevezétek, hogy akarjátok, ahol egy 135 fős csapat örködik. Nem akarok azokkal szembe menni, köszönöm. De nem lehetünk csak anyád. Most sikerült fölriasztanunk őket. Ott meg a 283-as örködik, jó van basszus. Hol lett a lisi sereg egyébként, akikhez mellesleg beszálltunk? Tehát, hogy mi nem a miriekhez szálltunk, hanem a lisiekhez. Tehát, és azért mi vagyunk itt az egyetlen csapat, akik itt kószálnak. Tehát itt kéne lenni legalább 300-400 embernek, de nem. Ah, hülye lisiek. És tudtam, hogy csak a bordélyokhoz értenek. Aha! Anyátokat! Mit kockáztatjuk az életünket, értetek? Ti meg lakomáztok. Rohadjatok meg. Próbálok besznikelni Tyrosba, hogy tudjak valami infót kiszedni az helyiekből, hogy valami, de nem, ezek meg izé. Ja, meg az... Ojjajajajaj, nagyon nem vicces. Nem fogunk besznikelni. Jézusom! Ja, itt vannak, jó, azért nem szokott meg mindenki. Ott az egy csata, azokat elverték, jó. Az itt vannak a mieink is, az ott egy harc. Ja, az ott egy harc. Megyünk, rövidre zárjuk. Hé! Hey. Na. Jó, hát akkor védd magad, köcsög. Nem szeretem a hajócsatákat, mert nem szeretem őket, mert szarok. Mármint, hogy igen, tehát ez a játék nem hajócsatákra van kitálva. Ó, de beszálltak a miriek is, úgyhogy kind problém. Mármint, hogy így nem a mieink fognak meghalni. Mentári azt azért leütötték még, idióta bravoszi meg, de az enyémeink fognak meghalni. Maront is leütik. Jó, egy szelszoldot megöltek. Veterán szelszoldot is. Az a számszerű eszém javarésze ott rekedt azon a közén. Azon a kis ponton ott. Pont azon a részen. Hülye izék elállják az utat, hogy visszamenjek. Viszont erre feletlenül meg tudom őket kerülni. Én azért szeretnék egy kicsi hipuhit. Ja, a Closer-et is kiütötték közben, jól látom. Na, így megpróbáljuk őket oldalba szúrni, hogy ha kiáll az utamból ez az idióta, takarodj már innen. Ez nem igaz. Látjátok, embereket nem szeretem a hajósatákat. Ennek a fickónak egy nyilvessző áll ki a bal jobb combjának a tetejéből, és látom leszarja. Az ott nem tudom, mit csinál, edzésprogramot tart, vagy nem tudom. Jött egy adag erősítés, nagyon jó, csak csinálnék én is valamit, jó egészségetekre akkor. Menjünk ebbe az irányba, nem érdekel valahogy, csak konfrontálódni fogunk ezekkel, mert nem észállnak mindenkit. Na, hogy megállj? Jó, azt hittem, ha megáll egy helyben. Jó, ezeket hátba kapjuk, ez nem tudom mi volt, ez a fekete villanás, bocsha. Esetleg megijesztett, nem jumpscare-t akartam betenni, ez nekem is ilyen volt. Remélem, hogy egyáltalán is láttátok. Na, csak megkerültük ezeket. Jó, az utolsót én öltem meg. A láncsával, ami attól eltűnik, hogy ledöfök egy itt egy bőrruhás embert, az most simán átment egy vaspáncélon, és kinyírta az ellenfelet. Jó, tök mindegy, én nem kérdőjezem meg. Két halottam van, egy Selsort Pikeman és egy Elite Selsort Pikeman. Valahogy azt hiszem túléljük, nehezen, és egy Selsort Halbreeder, ez a alabárdos csákó a jutalmunk ezért cserébe, meg egy kis repú, meg pénz, meg ilyenek. Na, megyünk és kifosztjuk Redstone-t, aztán szerintem ennek a mai résznek vége van. Meglátjuk. Yep. Kifosztjuk, aztán ugye itt a lisi támogatni minket, úgyhogy ha jönnek, akkor még talán egy nagy csatával is tudnánk zárni ezt a mai részt. De nem, úgy látom, hogy ennyi. Mármint, hogy a falu kifosztással már mindjárt végeztünk. És nem jön senki. Ja, nem szeretnek a tyrosiak, kaptunk 50 érmét, meg egy csomó jó cuccot. Most jön az a probléma, hogy nem fogjuk tudni hova tenni. Tehát, hogy nagyon nem. Akkor majd legfeljebb kipakolunk egy pár kite shieldet, meg ilyen mindenféle szart. Ezek a cuccok sokkal többet érnek. Na, először is bor. Másrészt ruhafesték, harmadrészt vaj, ezt meg tudjuk ugye enni. Szárított gyümölcs, citrom, fa, még több fa, csirke, azt a tetejére, mert megromlik.
kolbászok, füstölt hal, még több csirkekolbász, marhahús, még több marhahús. Annyi kajánk van, hogy ez egy jó időre megvan oldva az etetés. Jó, igazából a többit azt itt hagyjuk a hadvigyék a zék, a tirasiak, vagy lisiek, már összekeverem őket. És még van 6 marha is, de nekem azok nem kellenek. Túl sok probléma van belük. Na. Ez mi? Ja. Ja, ez a... mi ez? Ez csak a leírása volt a kikötőnek, azt hittem valami eventet kaptam arra, hogy kifosztottam a falut, mondom, olyan még sose volt. Jó van, viszont már akár ennyi fért bele, hogy ez volt én már a Drake, ez volt itt már a Lucidic Backfire 10. rész. Legközelebb szerintem folytatjuk a lépőkövek északi részének az aklatását, illetve megpróbunk elverni egy másik tirosi lordot, vagy pedig még azon gondolkozom, hogy visszamegyünk Westerosra, és északon egy picit püfölünk a vadakat, illetve megpróbálunk végre egy questet fölvenni az éjjeli őrségnél, mert elvileg lehet, csak nem tudom, hogy majd utána nézek. Illetve van még nekünk egy questünk, azt hiszem az éjjeli őrségtől, vagy nem az éjjeli őrségtől, de valami, ami északon van, az ez. The Horn and the Grimoire. Ezt, igen, ez az a csákó, akit északon meg kell keresnünk, illetve majd Királyvárba is el kéne menjünk. No de! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. Ha kommented, észrevételed, egyebed van, akkor azt tedd meg odalent, dobj egy e-mailt, vagy írj Facebookon, mindenképp válaszolni fogok rá. És hamarosan jövök a következő résszel, addig is, viszont látásra!